Négy osztályi végzős hallgató tűzött szalagot a Trefort Ágoston szakképzőiskolában. A diákok izgatottan készültek a műsorra, hiszen az osztályok tanulói közül sokaknak ez az egyetlen iskolai alkalom, amikor színpadra lépnek. A szalagavató attól nagyon-nagyon izgalmas, legalábbis számomra, hogy óriási tanulói aktivitás van mögötte. Én azt gondolom, hogy a 4 éves iskolai létük alatt egyetlen egy olyan iskolai rendezvény nem volt, amelyre ilyen sokat készültek a gyerekek. Természetesen hát vannak szabályok, amelyeket be kell nekik is tartani. Ennek én azt gondolom, hogy a legfőbb ellenőre maga az osztályfőnök, aki aktívan részt vesz a műsoroknak a elkészítésében. A diákok osztályfőnökei kíséretében tűzték fel az iskola nevével és címével ellátott szalagot. Az osztályok többsége nem csak erre, de a bemutatkozó műsorra is több hetet készült. Mi már szeptember óta készülünk erre, keringővel készültünk, és az osztályból a lányok, hát a fiúk kivételével a lányok, ilyen zumbaféle, latinféle táncot fogunk előadni. A végzős tanulóknak iskolai tanulmányaik legmeghatározóbb időszaka kezdődik el a szalagavatóval, a szakmai és az érettségi vizsgák még előttük állnak.